A Zsurk-Záhony gyűröcske településeket összekötő kerékpárút építése a leglátványosabb szakaszához érkezett. Most kerül ugyanis az előkészített alapra a felső aszfaltréteg. A kivitelezés jogát elnyerő cég projektvezetője elmondta, ezután már csak a befejező munkák, burkolati jelek és forgalomtechnikai jelzőtáblák kihelyezése van hátra. Úgy tűnik, hogy a tervezett határidőt fogjuk tudni tartani, annak ellenére, hogy a kivitelezés során bizony voltak nehézségeink. Gondolok itt elsősorban az augusztus elejei kemény csapadékos időszakra, ami nem csak hátráltatta a kivitelezést, hanem sajnos súlyos károkat is okozott, amelyeknek a helyreállítása újabb időt vett igénybe. A határidő betartása mellett egy jó minőségű, használható kerékpárutat fogunk átadni az üzemeltetőnek. A kerékpárút építését lebonyolító cég feladata a közbeszerzési eljárás után, a kivitelezés alatt a műszaki ellenőrzés. Már a tervezési időszakában olyan tervezőt választott ki a beruházó, illetve a vízügyi igazgatósággal közösen, akik több kerékpárutat terveztek már árvízvédelmi töltésen. A terveket megkapva úgy láttuk, hogy ez maximálisan kielégíti az útügyi tervezői szabványban megfogalmazottakat. Július 15-én a beruházó nevében átadtam a munkaterületet, akadályozó tényező nem volt, és rendszeresen, szerződésünk szerint ugyan 8 napot ír elő a műszaki ellenőrzés, de mondhatom azt, hogy hetente 2 alkalommal munkatársaimmal együtt itt vagyunk az árvízvédelmi töltésen, és ellenőrzik a kivitelezési munkát. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság azért is társult Záhonyváros önkormányzata mellé a pályázatban, mert ez esetben nem csak a kerékpárút épül meg. Ez egy olyan árvízvédelmi töltés szakasz, amely nem a legrosszabbak közé tartozik, de messze nem felel meg a követelményeknek. Ezért a két dolgot összekapcsoltuk, és ez megint csak olyan, ami a környékbeli lakosság érdekeit szolgálja, hiszen az árvízvédelmi biztonságot növeli az, hogy a töltés, ahol gyenge volt, ott növeltük a keresztmetszeteit, ahol alacsonyabb volt, növeltük a magasságát, tehát egy egyenletes méretezésű töltésről van szó, amely nagyban segíti az árvízvédelmi biztonságot. Ez is egy cél volt, ezt a két célt együtt valósítjuk meg, hiszen reálisan nem számolhatunk azzal, hogy 10-15 éven belül egy komolyabb töltésfejlesztés valósuljon meg, ezért igyekeztünk most a kerékpárút építés kapcsán ennek a feladatnak is megfelelni. A Záhony-Zsurki szakasz aszfaltozása után a kerékpárút Záhony-Gyűröcske közötti részének aszfaltozása történik. Az ezt követő befejező munkálatok után pedig a lakosok használatba is vehetik az új kerékpárutat.